Létezik olyan fesztivál, ahol nem a drogtól flashelsz. Amikor fiatalok ezrei találkoznak egymással, ott mindig valami nagyon érdekes dolog születik. Különösen akkor, ha egy közös cél gyűjti össze őket. Ilyen hely a Csillagpont református ifjúsági találkozó. Minden második évben ezrek pakolják be a hátizsákjukat, hogy sátrat verhessenek a találkozón, ahol ötvöződnek a gyülekezeti táborok és a fesztiválok. Nem láttam még 3000 fős embertömegnek ilyen közösség és csapatépítését. Nagyon sok ismerőssel találkoztam, nagyon sok új embert ismertem meg. Ilyen konferencia jellege van, és ugyanakkor meg tök jó, hogy fesztiválos is. Csomó olyan emberrel találkoztam itt, akik ugyanúgy gondolkodnak az életük olyan fontosabb dolgairól, mint én. A koncertek is nagyon jók voltak, és a délelőtti beszélgetések nagyon tetszettek. Egy találkozó 10 fajta reggeli áhítat, több mint 100 kulturális és hitéleti program. Ezt kínálja minden második évben a Csillagpont. Délelőttönként, a reggeli áhítatok után egy nagy színpadi előadás járja körül a találkozó témáját, amelyet ezután kis csoportos beszélgetésekben dolgoznak fel a résztvevők. A nap délutáni részében kerekasztal beszélgetések, színi előadások mélyítik el a hallottakat, este pedig koncertek, táncházak és éjjeli beszélgetések várják a látogatókat. Ma este itt a Csillagponton nagyon jó volt a hangulat, és nagyon jól éreztük magunkat. Tudjuk mi is, hogy keresztény életmódot élni nagyon nehéz a mai világban, és ezt kevesen teszik így, és tökre jó, hogy ide meghívtak. A Csillagpont nem embertömeg, hanem közösség. Istenkereső, egymásra nyitott, odafigyelő és közösen szórakozni tudó emberek közössége, akiknek fontos, hogy megismerjenek távolról jövő református fiatalokat. Együtt imádkozzanak, gondolkodjanak, táncoljanak és énekeljenek. Itt mindenkinek van egy mosolya, jó szava a másiknak, és mindenki kész segíteni. Ez a készség fonja össze a Csillagpont szálait, ugyanis a találkozó megrendezését minden alkalommal közel 500 önkéntes munkája teszi lehetővé. A közösség akkor az igazi, ha te is bekapcsolódsz az építésébe. Szorosan együtt kell működnünk, és ez nagyon-nagyon összehozza a társaságot, és egy-két nap után már fél szavakból is értettük egymást. Érződik az, hogy nem 3000 ember van itt, hanem egy közösség. Mindenkinek egyszerre dobban a szíve, amikor összeáll egy program, amikor megnyílik a találkozó, és azért is sokkal jobb, mert bárkihez odafordulhatok, hogy segíts, mert mindenki a magáénak érzi, nem úgymond csak szórakozni jön, hanem azért, hogy tegyen ezért a találkozóért, és hogy tegyünk egymásért. Ez egy olyan fesztivál, aminek lelke van. Ha valaki eljött, nem mehet úgy haza, hogy nincsenek új barátai. A találkozó célja, hogy Istennel is közösségre lépjünk. Ezért végződik a Csillagpont úrvacsorás istentisztelettel a szabad ég alatt. Ilyenkor a 3000 fiatalt egy titokzatos erő öleli át. Hálás vagyok azért, hogy érezhetjük Jézus Krisztusnak a jelenlétét. Tehát, hogyha létezik igazi erejem, az éppen ő, aki jelen volt, és aki hiszük, hogy elkísér bennünket otthon is, és aki azt is hiszem, hogy mindazt, amit itt kaptunk a Csillagpont alatt, mindazt, amiben és ahogyan ő megérintett, rajtunk keresztül majd odahaza továbbadja. Az első találkozó után senki sem tudta, lesz-e folytatás. Mégis 2003 óta minden páratlan évben megnyitja kapuit a Csillagpont, mindig más témával. Tehát nem csak az évek, hanem a találkozók is páratlanok. Páratlan lehetőség találkozni egymással és a világ teremtő urával. Csatlakozz hozzánk a Facebookon, akár már a találkozó szervezésében is.